Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Szeptember 23-a van a Teklák ünneplik névnapjukat. Műsorunk elején érkeznek a nap fontosabb hírei röviden. Szerdán tetőzhet a Dunabezdánnál. A költségvetés módosításáról tárgyalnak a szerb köztársasági parlamentben. Egy év múlva már lesznek sorkatonák. Elrajtolt a Szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál. Az előrejelzések szerint nem okoz komolyabb gondot Szerbiában a dunai áradás. A tetőzést Bezdánnál kedd éjjel szerda hajnalban várják. A Vajdaság Vizei Közvállalat munkatársai folyamatosan a terepen vannak, figyelik a vízszint emelkedését, illetve a gátak állapotát. Nem kell rendkívüli árvízvédelmi intézkedésektől tartani Bezdánnál a Dunán. Jelenleg a vízszint 652 cm. A tetőzést szerda hajnalban, esetleg kedd éjjel várják a szakemberek, még 15 cm-nyi víz fog ide érkezni. Maja Gojkovics, a tartományi kormány elnöke óvatos jóslásba bocsátkozva elmondta, kiállták a védművek az idei árhullámot, nem kell attól tartani, hogy újabb területek kerülnek víz alá. Onaj pik koji o kojima svi pričamo će se desiti utorak na sredu, najverovatnije očigledno i kako mi oni kažu i pružuju tvrdnju, nećemo imati problem sa nekim vanrednim odbranama od poplave, niti će preći tu neku zamišljenu liniju od koje naravno svi strepimo. A Vajdaság Vizei Közvállalat igazgatója elmondta, 700 cm-es vízállásnál nyilvánítanának rendkívüli árvízvédelmi helyzetet. A szakember szerint nem kell ilyen magas vízállástól tartani. Hajde da kažem da smo imali sreće u svim ovim okolnostima, da se vidjeli šta su slike iz Evrope koje smo gledali prikazale i kakva se kataklizma napravi kada se priroda obruši na nas. Ono što je dobro jeste da su u Budimpešti vrednosti izmerene na 829 od njihovih predviđenih 850, tako da smo u samom startu bili za nekih 70 cm niži od onih visokih vrednosti koje su se desile 2013. godine. Sreću naravno imamo što imamo prirodnu retenziju gore u Kopačkom ritu koja je razlila dobar deo tog talasa i ono što će biti nizvodno od Novog Sada također nije za neku sekiraciju pošto će se tamo voda razviti i u Koviljski rit. A töltések és a folyó közötti ártéren épült üdülőtelepek és hétvégi házak azonban védtelenek az árhullámmal szemben. Ezek a területek jelenleg is víz alatt vannak. A tulajdonosok a felső emeletekre menekítették értékeiket és elhagyták a területet. Az árvíz levonultával hatalmas munka vár rájuk. Ono što je veoma bitno, svi ljudi iz štaba su obišli vikend naselja, sva tri vikend naselja koje su ovde nalaze, ponudili svoju pomoć i svakako da svim tim ljudima stojimo na raspolaganju kada krene Dunav da se povlači kako bi im pomogli pri čuvanju svoje imovine. Mi ćemo svako pratiti dalja uputstva i svakako stajati na raspolaganju svim stručnim službama. A jelenlegi előrejelzések szerint a megszokottnál valamivel lassabb apadásra számíthatunk a Duna-vajdasági szakaszán. Az árhullám a szakemberek szerint a tetőzéstől számított egy hét alatt vonul le. A szerbiai válságtörzs döntésével összhangban a belügyminisztérium arra utasította a tűzoltómentő egységeket, hogy átfogóban ellenőrizzék a Duna-szerbiai szakaszát, hogy ellenőrzésük alatt tartsák az árvízhelyzetet. Napi rendszerességű megfigyelést rendeltek el a kritikus pontokon, továbbá a belügyi tárca azt kéri az egységektől, hogy folyamatosan legyenek kapcsolatban a lakossággal. A cél, hogy a Duna vízszint emelkedését a lehető leghatékonyabban kezeljék. A
következő községek és városok Duna által érintett részein végzik a fokozottabb ellenőrzést. Mitrovica, Zalán, Kemén, Bezdán, Újvidék, Palánka, Petrőc, Bács, Belcsény, Pancsova, Apatin és Gombos. Annak ellenére, hogy az árterületen jelenleg nincsenek veszélyben a lakosok, a tűzoltómentő egységek az elkövetkező időszakban felkeresik azokat a helyeket, amelyek a legkritikusabb pontoknak számítanak az árvízi védekezés kapcsán. A belügyminisztériumi közleményben leszögezik, folyamatosan kapcsolatban vannak az illetékes vízügyi vállalatokkal és a köztársasági hidrometeorológiai intézettel. Az árvízi védekezés vége felé járunk. Minden esélyünk megvan arra, hogy a lehető legoptimálisabban tekintsünk a hátralévő egy-két nap elé, közölte Orbán Viktor magyar miniszterelnök az árvízvédelmi operatív törzs hétfő reggeli ülése után tartott budapesti sajtótájékoztatón. Ki kell tartanunk másfél-két nap, és az ország fellélegezhet, megkönnyebbülhet, fogalmazotta a magyar kormányfő. Hozzátéve, a meteorológusok továbbra sem jeleztek csapadékot, így utánpótlása az árhullámnak nem várható. Tájékoztatása szerint a Duna ma tetőzik Bajánál, ott harmad, Mohácsnál másodfokú készültségi szintet rendeltek el. Kitért arra is a folyó felső szakaszán, a vártnál gyorsabb az apadás. Most már kifelé jövünk a bajból, és enyhül a nyomás, fogalmazott Orbán Viktor. Tegnap előtt 755 kilométer hosszúságban védekeztünk, tegnap pedig már csak 706 kilométeren, és a harmadfokú, legmagasabb készültségi szint szakasza a védekezésnek 223 kilométerre csökkent. Ezek mind azt mutatják, hogy most már kifele jövünk a bajból, és enyhül a nyomás. De mondom, hogy nem szűnt meg, csak enyhült. Minden esélyünk megvan arra, hogy a lehető legoptimistábban tekintsünk a még hátralévő egy-két nap elé. Tetőzik a Duna Bajánál, a vízszint elmarad a múlt héten előrejelzettől. 922-924 cm-es csúccsal számolnak a korábbi 960 helyett. A gátak megépítése befejeződött, a szakemberek most csak felügyelik azokat, hogy szivárgás esetén reagálni tudjanak. Az üdülőtelepek azonban víz alá kerültek, azok jelenleg csak csónakkal közelíthetők meg. Stábunk a helyszínen járt. Még néhány centiméter is tetőzik a Duna Bajánál. Jelenleg a Petőfi szigeten tartózkodunk, ami egy rekreációs, szabadidős központja a városnak. Egy sor sportközpont, sportpálya, illetve éttermek, panziók találhatók itt. A városvezetés legfőbb célja az volt, hogy ezt a szigetet megóvják az árvíztől, éppen ezért már bő egy hete zajlik a védekezés. Az önkéntesek és a hivatásosok együtt kemény munkával építették meg azt a gátat, amelyen jelenleg mi is tartózkodunk. A múlt héten, amikor a stábunk itt járt forgatni, akkor zajlott ennek a gátnak a kiépítése, töltötték a homokzsákokat, és helyezték el őket. Akkor még a vízszintje jóval alacsonyabb volt a mostaninál, és most láthatjuk, hogy tényleg szükség volt erre a magasításra, ugyanis a víz már gyakorlatilag a homokzsákok szélét nyaldossa, tehát egészen erre a szintre felemelkedett, viszont ami jó hír, hogy sokkal feljebb már nem fog jönni, ami azt jelenti, hogy sikerült itt Baján a Petőfi szigetet megóvni. Maga a város központ is biztonságban van, viszont van néhány olyan üdülőtelep, amelyet elmosott a víz. Ez várható is volt, az ott élők igazából árterületre építkeztek, úgyhogy ismerik ezt a helyzetet. Őket még a múlt hét folyamán tájékoztatták arról, hogy ürítsék ki az ingatlanokat, hogy az értékeiket vigyék el onnan, vagy pedig pakolják fel a felsőbb szintekre. Ez meg is történt. Ők most már csak azt várják, hogy az ár lassan levonuljon a Dunán, és utána kitakaríthassák az ingatlanokat, amiket most azért a Dunával érkező iszap, sár és egyéb hulladék szennyeződés borít. Délelőtt Orbán Viktor magyar miniszterelnök is megtekintette a bajai Petőfi-szigeten zajló árvízvédelmi munkálatokat. A nem sajtónyilvános látogatásról a közösségi oldalán tett közzé képeket és videókat. Azt írta, Baján közel 3 kilométerre zajlik védekezés. A védművek kitartanak, Baja is megcsinálja, fogalmazott a miniszterelnök.
Több hét egyeztetés után írta alá a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt az elkövetkező 4 évre vonatkozó koalíciós szerződését. 5 ízben köt ilyen megállapodást a két párt. A 15 oldalas dokumentum a vajdasági magyar közösség számára fontos témákat tartalmaz. Ez már nem csak a VMS és az SHP elképzelési rendszere, hanem a szerb kormányi is, emelte ki dr. Pásztor Bálint a közügyekben. A VMS elnöke hozzátette, nem volt olyan téma, amelyet a haladók elutasítottak volna. Értékelése szerint 2014 óta a vállalások 70-80%-a valósult meg. A VMS 2015 óta folyamatosan a migráció elleni határozott fellépést szorgalmazta, hangsúlyozta az évindító műsorban a pártelnöke. 23. októberében eltűntek a migránsok az utcákról. Ez a mi kitartó munkánknak a következménye, azóta is a rendőri erők kint vannak terepen. Tapasztalható némi hullámzás. Azért azt nem szeretném elhallgatni, hogy az utóbbi 1-2 hónapban több illegális migráns fedezhető fel a területeinken, mint az azt megelőző nagyjából fél évben, de nem következett be az, amit a károgók véltek, hogy majd a decemberi választások után, utána a kormányalakulás után, utána az önkormányzati választások után el fognak tűnni a rendőri erők, és visszatérnek a migránsok, tehát az utcáink, a tereink mentesek a migránsoktól továbbra is, tehát nem olyan állapot van, amilyen volt 15-ben, 6-ban, 7-ben, 8-ban, vagy pedig 22-ben, vagy 23 első felében, hanem olyan állapotok vannak, mint amilyenek az elmúlt hónapokban, és nem csak a szerződésbe került ez bele, hanem a szerződés aláírását követően a miniszterelnökkel volt egy nagyjából félórás beszélgetésünk, és ott Juhász Bálinttal kiemeltük ezt a kérdést, és külön aláhúztuk, hogy arra kérjük a szerbiai kormányt, hogy a rendőri erők legyenek jelen folyamatosan, hogy a helyi lakosok biztonságát garantálják. Elkezdődött az idei költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslat vitája a szerb parlamentben. Napirenden szerepel a gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény módosítása, valamint a kormány által benyújtott javaslatok, amelyek a 2024. évi pénzügyi terv módosításáról szóló határozat elfogadására vonatkoznak. Ezek közé tartozik a köztársasági nyugdíj és a rokkantsági biztosítási alap, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 2024. évi pénzügyi tervének módosítása. Újhelyi Ákos, a VMS köztársasági parlamenti képviselője felszólalásában elmondta, a Vajdasági Magyar Szövetség támogatja a költségvetés módosítását, mivel számos olyan projektum folytatását tartalmazza, amelyek a vajdasági magyarság számára kiemelten fontosak. Ilyen a Vajdasági Klinikai Központ támogatása, az Expo 2027, amely számos új befektetőt vonzhat az országba, valamint a mezőgazdasági támogatások, amelyek a pótköltségvetés mintegy 50%-át teszik ki. Újhelyi Ákos hangsúlyozta, a gyermekes családok anyagi támogatásáról szóló törvény módosítása kiemelten fontos a vajdasági magyar családok szempontjából is. Egyik fontos pont az a gyermekes családok anyagi támogatása. Itt a szülők fognak egy nagyobb támogatásban részesülni, és nem csak azon gyermekek után fogják megkapni a támogatást, amelyek a törvény elfogadása után születnek, hanem már azok is megkapják, akik január 1-je után születtek. Ülésezik a Nemzeti Tanácsok Koordinációs Testülete Szabadkán, a Horvát Nemzeti Tanács székházában. Különös jelentőséggel bír ez a találkozó, mivel a Nemzeti Tanácsok Koordinációjának elnökségét Jasna Vojnić, a Horvát Nemzeti Tanács elnöke vette át. 19 nemzeti kisebbség képviselői gyűltek össze a nemzeti kisebbségek helyzetének javítását célzó stratégiai irányok meghatározására a Horvát Nemzeti Tanács székházában. Jasna Vojnić, a Horvát Nemzeti Tanács elnöke kiemelte, a tanácskozás célja a tapasztalatcsere, mivel a legtöbb szerbiai nemzeti kisebbségnek hasonló feladatokat kell megoldaniuk.
Svi nacionalni savjeti nacionalnih manjina su izuzetno konstruktivni i želimo jasno iskazati naše potrebe da bi i na neki način pomogli Republici Srbiji na evropskom putu, jer jednu osminu Republike Srbije čine nacionalne manjine i svakako da se i to, ta prava mogu i trebaju unapređivati. Az Emberi és Kisebbségi Jogok és Társadalmi Párbeszéd Minisztériumának aktív részvételével zajlik a kétnapos találkozó. Ministarstvo za ljudski i manjinska prava i društveni dijalog daje punu podršku koordinaciji nacionalnog saveta nacionalnih manjina u njenom radu, u njenom delovanju. Ja sam danas ovdje u ime ministarstva da prenesem tu poruku i da pomognemo koordinaciji u njenom funkcionisanju, u identifikovanju svih problema sa kojima se suočavaju nacionalne manjine u Srbiji, kako bismo imali jedan zajednički stav. Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke hangsúlyozta, a találkozó lehetőséget nyújt a kisebbségi jogok kulcsfontosságú témáiról folytatott egyeztetésre. Vannak a koordináció korábbi éveiből olyan dokumentumok, amelyeket esetleg meg kell újítani, egy olyan működési szabályzatot próbálunk meg összehozni a következő két napban, amely mindenki számára elfogadható lesz, mindenki egyenlő, mindenkinek egy szavazata van, de az ügyeink azok közösek, és örülünk annak, hogy ennyi idő után újra össze tudtunk jönni, és tudunk egyeztetni a bennünket ért kérdésekről, hiszen együtt, közösen összefogva sokkal könnyebb lesz megoldást is találni az állami intézményekkel közösen a különböző problémákra. Szerbiában 23 nemzeti tanács működik, amelyek különböző nemzeti kisebbségeket képviselnek. A nemzeti tanácsoknak kulcs szerepe van a közösségek kulturális, oktatási, tájékoztatási és nyelvi jogainak megőrzésében, érdekeik hatékony képviseletében, a kormányzat különböző szintjein, hangzott el a tanácskozáson. Azt tervezik, hogy a kötelező sorkatonai szolgálatot jövő szeptembertől vezetik be Szerbiában, írja a szerb sajtó. A sorkatonaság a 19 és 27 év közötti fiatalokat érinti, majd azokat pedig, akik halasztják a szolgálatot, 30 éves korukig behívhatják. A részletekről Tioslav Jankovic vezérőrnagy beszélt. Egyebek mellett elmondta, hogy a 75 nap, vagyis a 2,5 hónap sorkatonaság jelentheti azt, hogy fegyveres kiképzést kapnak a fiatalok, de nem feltétlenül, hiszen, mint fogalmazott, megtalálhatják majd a módját annak is, hogy a fiatalok civil szolgálatot teljesíthessenek a katonaság keretében. A helyzet most úgy áll, hogy létrehoztak egy munkacsoportot, amely kidolgozza az intézkedéseket és tevékenységeket a törvényi szabályozás terén, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a sorkatonaságot bevezethessék. A törvényjavaslat márciusban kerülhet a parlament elé. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó második felében. Idén 31. alkalommal tartják a vajdasági magyar ünnepi játékokat. Drága a vetőmag, inkább a padlásról vetnek egyes gazdák. A jó szándékú emberek segítségét kéri az entai Torma Rózsa, akinek elsősorban hallókészülékre és gyógyszerekre lenne szüksége, ám családja önerőből ezt nem tudja biztosítani. A 68 éves asszony már több éve küzd gerinc problémákkal. Állapota az elmúlt hónapokban vált igazán súlyossá. Jelenleg járni is nehezen tud, emellett a látásával és a hallásával is komoly gondok vannak. Havonta minimális anyagi támogatásban részesül, ami a gyógyszerekre sem elegendő. A hátgerinc, a rokkant, a lábam nem akar vinni, szédül a szemem. És miben nehezíti meg ez a mindennapokat? Minden nap megnehezít mindenne, a fájdalommal. Van esetleg valamilyen segítsége? Hát az egy fiam, aki segít, meg a menyám, megfőz. Az idős asszony egy udvarban él fiával és annak családjával. Rózsa menye, Gecse Alissa stábunknak elmondta, hogy mindenben igyekeznek segíteni a rászoruló asszonyt, azonban saját háztartásukat is nehezen tudják fenntartani. Férjével két gyermeket nevelnek. Az állami támogatás mellett Alissa párja alkalmi munkákat is vállal, ami a mindennapokra ugyan elég, de a drága gyógyszerekre és a hallókészülékre nem.
Én megfőzem, kimosom a ruhá is, meg itt vagyok a mamával, rendezem a két gyerek, a párom, ami elmint dolgozni, betonozni, azt, ami keresi, akkor az is elmint a mamáról is, ami bírunk gyógyszertába venni, a másik még az iskola, és akkor én, ha bírom, akkor megyek dolgozni, szedni a paprikát, de én is beteg vagyok el, azt más vagyok még. Injekcióval is kapom, még minden. Úgyhogy azért kérünk, hogy valaki, hogy segítse, bár a mamának, nekünk nem kell, de bár a mamának, hogy segítse, hogy sajnálunk. A hátrányos helyzetű asszonynak a hallókészülék és a gyógyszerek mellett tüzelőanyagra, tisztálkodási szerekre és élelmiszerre van a legnagyobb szüksége, de minden segítséget szívesen fogadnak. Azok, akik segítenének az entai családnak, Gecse Alisszát keressék a 062 96 30 146-os telefonszámon. Idén 31. alkalommal tartják a Vajdasági Magyar ünnepi játékokat a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség szervezésében. A nyitó rendezvényt vasárnap Palicson, a Vigadóban tartották, az eseményen átadták a Bodor Anikó díjat is. Bolyos Miklós és a vezetésével működő Péter Révei tambura együttesek vehették át az elismerést. A rendezvény keretében megnyílt Schilling N. Mária kupuszinai képzőművész kiállítása is. A Vajdasági Magyar ünnepi játékok a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű rendezvénye. Az esemény a himnusszal kezdődött, amit ökumenikus áldáskérés követett. Az egybegyűlteket Sutusáron köszöntötte, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke kiemelte, szülőföldünkön a legfontosabb az összefogása a megmaradás érdekében. Oltár, ház, föld, család és fákja vívő harcostársak, mind a haza és mind a nemzet, mind a gyarapodás és mind a megmaradás összekapaszkodó szolgálatában. Számunkra egyértelmű, számunkra egyedüli út, számunkra létkérdés. Hisz nekünk szülőföldként adatott meg, hisz szülőföldként nekünk adatott meg. Itt, mindenkoron, itthon vagyunk. Ezt követően a rendezvénysorozatot Rigó Pál Zsófia nyitotta meg, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke hangsúlyozta, a Vajdasági Magyar ünnepi játékokkal megmutatjuk az értékrendszerünket és az értékkészletünket is. Hozzátette, a kultúra az önkifejezés eszköze, ezzel mutatjuk meg vajdasági magyarságunkat. A nemzeti alapokon szárba szökkent kulturális tartalmak diverzitása, gazdagsága és sokszínűsége a köztudatban élő identitásképnek az egyik legfontosabb pillére, társadalmi, nemzeti és nemzeti közösségi szinten is. A rendezvény részeként átadták a Bodor Anikó díjat. Idén Bolyos Miklós és a vezetésével működő Péter Révei tambura együttesek vehették át az elismerést. Ez egy több éves munkának a gyümölcse, de ez nem csak a, tehát ez csak az a munka nélkül nem jöhetett volna létre, amit mi ott beletettünk, hiszen nekünk az elődeink is tamburáztak, úgyhogy úgymond volt honnan keresni a faluba tamburásokat, és aminek nagyon örülök, hogy nálunk a gyerekek még mindig, tehát őnek ez ilyen normális dolog, hogy valaki tamburázik. Az ünnepségen fellépett a palicsi Szederinda népdalkör, a Péter Révei tamburások, az adai Nagypál Zsófia fuvolás, a hajdújárási Sztipán Csevik Dániel mesemondó, a zentai muzika szakra vegyeskar, a temerini Szabó család, Csonka Katica adai népdalénekes és Barta Júlia bácsfeketehegyi magyar életfadíjas versmondó is. Elrajtolt a Szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál, a sorrendben 31. alkalommal megszervezésre kerülő esemény ünnepélyes megnyitóját a Jatran színpadán tartották vasárnap este. Átadták a Kis Herceg, illetve az Otthon Tomanics díjat, és utána pedig a versenyprogramban szereplő észt előadást tekinthették meg az érteklődők. Színes műsorral nyitották meg vasárnap este a sorrendben 31. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivált Szabadkán.
Ezt követően a Jadrán színpadán átadták az Otton Tománit, illetve a Kisherceg díjat is. Munkássága elismeréseként előbbit Éva Tomaševska kapta, utóbbit pedig ketten is hazavihették, Jaroszláv Antonyukot és Luka Kecmánt is díjazták a fesztiválon. Ja uvek želim da podvučem sledeće, a to je da ovakav rad iz oblasti kulture je mnogo, kako kažem, tačnije i više se vidi u svetu nego ne znam ja kakva ekonomija. Prema tome, tražit će mnogi ljudi na karti gde je Subotica. Egyebek mellett szlovén, montenegrói, spanyol, cseh, török és magyar színházak is bemutatkoznak majd Szabadkán. Pre svega publika, odnosno deca, videće 13 kvalitetnih predstava iz 12 zemalja, a u pratećim programima izložbe, radionice, filmove, naučni forum, predstavljanje knjiga, dakle jedan kompletan program. A Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál szeptember 27-ig tart Szabadkán. Elkezdődött az őszi műsor Rács a Panna rádióban és televízióban, valamint a Szabadkai Magyar Rádióban. Az eddig nyári szüneten lévő műsorainkkal ismét várjuk nézőinket és hallgatóinkat egyaránt, emellett újdonságokkal is készülünk. Minden hétköznap 18 óra 10 perctől visszatér a képernyőre hírháttér műsorunk a közügyek. A következő időszakban is a vajdaságiakat leginkább érintő közéleti témákkal, az ország, a régió és a világ történéseivel folytatódik a műsor. Az első héten mindenképpen ugye a Dunán várható árhullám és az ellen való védekezésről fog szólni, Bezdámból, sőt Magyarországról is, Bajáról, illetve Nyugatbácskából, majd utána Újvidékről is lesznek kapcsolások, lesznek anyagok, lesznek vendégek, de hát természetesen más politikai, közéleti témák is sorra kerülnek. Hétfőnként Dóró Alen ismét számít a figyelmükre a Sport hétfőben, emellett új részekkel tér majd vissza két hetente a Forog a kamera, benne pedig a nyáron médiaházunk által készített dokumentumfilmeket is bemutatjuk. A Délbánát ízei új évaddal jelentkezik, az új részek szerdánként este 7:30-kor kerülnek adásba. Újdonság, hogy ezúttal nyereményjátékkal is készültünk önöknek. Minden héten a Pannon RTV Facebook oldalán kisorsolunk egy Délbánát ízei kötényt. A rádióhallgatók figyelmébe ajánljuk, hogy ismét a reggeli műsorvezetőivel ébredhetnek a Pannon Rádióban, de terepi műsorokból és egyéb újdonságokból sem lesz hiány a 91,5-ön. Visszatér továbbá péntekenként a Poplista és a Csendháborítás is, emellett vasárnaponként újra hallhatóak lesznek a reggelisek heti legjobb pillanatai a Best of Reggeli című válogatásban. Folytatjuk a terepi műsorokat ősszel is és télen is, hogyha minden jól megy, valamint azt elmondhatom a hallgatóknak, hogy komoly nyereményjátékokra számíthatnak itt a Pannon Rádió hullámhosszán az őszi időszakban, ezekkel készülünk, és természetesen terben van még egy órás riport műsor is, amelyben portré-szerű interjúkat készítünk majd olyan közismert személyiségekkel, illetve olyan emberekkel, akiknek van mit mondaniuk. A Szabadkai Magyar Rádió pedig ezentúl reggel 6-tól kezdi Napindító című műsorát, délután pedig újra forog a körhinta, de új tervekből sincs hiány. A terveink között van egy új hétrészes műsor indítása is, ez még egy picit várat magára, de remélhetőleg ősszel el tudjuk indítani, majd hétfőnként lesz hallható a körhinta részeként. Ebben a Szabadkán és környékén élő nemzeteket szeretnénk bemutatni a kultúra, gasztronómia, hagyományok, szokások révén. Hétvégente a jól megszokott tartalmakkal várja a hallgatókat az SMR, szombat délutánonként a Slágergyár, míg vasárnap a Kívánság műsor lesz hallható a 107,1 MHz-en. Szeptember 27-én pénteken 10 órakor indul a jegyértékesítés az október 11-i Magyarország-Hollandia Nemzetek Ligája mérkőzésre, jelentette be a Magyar Labdarúgó Szövetség. Az MLS hivatalos oldalán kiadott közleményből kiderül, hogy a meccsjegy.mls.hu felületen 4 árkategóriában lehet jegyet venni. A vásárláshoz csak a személyes adatok megadása kötelező, nincs szükség regisztrációra, klubkártyára és futballkártyára sem. Továbbá egy tranzakció során legfeljebb 4 jegy vásárolható. Az év elején és a nyár második felében közel 40 ezer szurkoló vásárolt bérletet a magyar válogatott hazai mérkőzéseire. A megmaradt jegyeket közvetlenül a Nemzetek Ligája találkozók előtti időszakban értékesítik. Eddig tartott a híradó, érkeznek még egyszer a nap fontosabb hírei címszavakban.
Szerdán tetőzhet a Dunabezdánnál. A költségvetés módosításáról tárgyalnak a szerb köztársasági parlamentben. Egy év múlva már lesznek sorkatonák. Elrajtolt a Szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha még több hírt olvasnának, keressék fel a pannonrtv.com-ot. Ha tehetik, folytassák velünk az estét. Minden jót kívánunk a viszontlátásra.